Szóval a jó öreg csalló kezi. Bejátszások a múlt heti karantén történéseiből. Jaj, Kizi, gyere, bologass meg a homlokomot, de szavarosan meg vagyok ijedve. Szerintem nekem ügyött a óra. 37-2 alázom, meg tabletta után is. Jaj, ma 3 napja nem szálltom ki a ágyból se. Ma rampa alatt a hallóink. Itt a telefonos egészség Sarlatán Antallal. Van is egy betelefonálónk. Jó napot kívánok, itt Jakubik Jolal Magyarrű. Azért hílok, mert nem bír rólam elmenni a Omikron. Le tudná venni legyen szíves? De lehetne, hogy a 420 forint per zíba beleférjek? Rendellek neked is, csak mondd meg mit enni. Én máma nem főzök. Nincs is tiszta fazék. No, itt a menü válossza. Jaj, rendelj nekem azt a gombócot, meg azt a pörkültet rizsavú, kérjé hozzá a légy szíves nakladacskit, mert anélkül nem eszem meg. A fiatalember hozza ki majd, ne a öreg. Még mondd meg, nekem lesz, halhó nem kell fizetni. Jaj, mi lesz velem így, piha? Ma hallom a harangokat, amik nekem szólnak. Kizi, igen, vígen van te. A hanyadik nap ma? Ez a 5. Mámu járna le a karantén, ha nem lenne semmi tüneted, de pihenjé, feküdjé, én már megyek. Hozok neked. Nézd, ahogyan kipattant a ágybú. Mia, meg is jól jutta. Esküszöm mind, akit kicserétek. Kidugult a orrom, tudok nyálni, lement a lázom, még nem faj majd a fejem se. De szűzmarja, mi az a mara bordele? Ki csinálta ezt itt? Jakubik Jolán, rendet kéne csinálni. Jaj, letelt ez a marha hosszú, taknyos, lázos karantén, ha életem még képzeljétek, nem múlott csak a szerencsén. Gizi áll jól viselte meg, apúgatott engemet, én lefogtam 4 kilót, de látom áll jól főszedett. Tévé előtt a kanapén nyomtuk le a 5 napot, én rítam nyögtem, jajgottam, a Gizi meg csak hallgatott. Úgy éreztem, nincs remény, mert orvos, ha nem mehetek, a megváltót kő megvarnom, ma én most nem is tehetek. Szegény Walter nem jöhetett, maradhatott Győrbe, de hála neki, győri kocsma nem igen ment csődbe. No de, a 700-at mi ez a nagy bordel itt a lakásba? Rendetlenség van itt, mind a Matovicsék agyába. WC-papír kurigák meg szalvéták a földön, ha hogy engedtük, hogy a bordel a fejünkre nyőjön. Gyere, Gizi, hozd a zsákot, hanyja bele mindent, én addig összerakom a ülőt, mert a is totál szít ment. Kajás doboz, rékastányír, száradásra balzsam, áu! Törött lázmérő darabja, böki meg a talpam. No, szerintem a helyzet ittán ősrobbanás utalni, de így, hogy most már meggyógyultunk, rendet kéne csinálni. Where did these niggas be at when they said it?